Sziasztok! Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy mi az az öt szokás szerintem, ami engem viszonylag gyorsan eljutatott a pénzügyi szabadsághoz, vagy a sikerhez, vagy ahhoz, hogy a vállalkozásomat fel tudtam építeni. Onnan jött az ötlet, hogy az egyik cikkem alapján Donát, aki jelenleg középiskolába jár, feltette nekem azt a kérdést, hogy mik azok a szokások, amik villámgyorsan repítettek engem a siker felé. És rögtön a kommentemben igyekeztem is tisztázni a helyzetet, hogy azért a villámgyors siker az szerintem egy kicsit erős, és kár talán a villámgyors sikert várni, hiszen azért nekem is egy 8-9-10 évenbe telt, mire úgy tényleg szányra kaptak a dolgok, és tényleg azt lehet mondani, hogy jelentősen mondjuk nagyobb sikert értem el, mint sokan. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, mert szerintem, hogyha valaki ilyen nagyon gyors sikerre számít, vagy azt gondolja, hogy pár szokást felveszek, és akkor egyik pillanatra a másikra majd milyen sikeres leszek, akkor valószínűleg csalódni fog, és sokkal fontosabb inkább, hogy a szokásokat, azokat úgy építsd be a mindennapjaidban, hogy azt hosszú távon tud majd tartani, tehát hogy megpróbáld élvezni is a mindennapokat, és ne csak az legyen, hogy mint egy gép tolom ezeket a szokásokat, mert valójában hosszú távon lesz meg ennek az eredménye. És mielőtt belevágnánk, azt szerintem fontos elmondani, hogy ezek nem azok a tipikus szokások, amiket így hallani szoktál, vagy olvashatsz róluk, hogy kelj fel korán, meg táplálkozz egészségesen, meg járj edzeni, meg legyél időhatékony, hanem ezek olyan szokások, amik inkább ilyen gondolkodásbeli szokások, amikor történik valami, és így azonnal beugrik, hogy igen, ezt így kell csinálni, tehát amiket kvázi gondolatban újra és újra le tudsz játszani magadnak. Úgyhogy remélem, hogy neked is akkora hasznot fognak ezek hozni ezek a szokások, ha beépíted, mint amekkorákat nekem. Lássuk is az elsőt. Az első ilyen szokásom az az, hogy elfogadom, amit nálam okosabb emberek írnak vagy tanácsolnak, és nem keresek kifogást. Ez azt jelenti, hogy amikor olvasok egy könyvet, mondjuk egy sikerkönyvet, és egy sikeres embernek a könyvét, egy amerikai gurunak a könyvét, akkor ha ott leír valamilyen szokást, vagy leír benne valamilyen gondolkodásmódot, és az nem teljesen egyezik az én gondolatommal, akkor nem kezdem el megindokolni, hogy ez rám miért nem igaz. Nem kezdem el azt mondani, hogy na jó, ez neki működött, de nekem miért nem fog, hanem azt mondom, hogy ebben biztos van valami, hogyha ezt leírta. Nekem mindig az jut eszembe erről, hogy valaki ennek az embernek, mondjuk egy Brandon Butchernak, Tony Robbinsnak, valaki több $10,000 fizet, hogy megossza vele a bölcsességét, hogy mentorálja, hogy kócsolja. És valószínűleg neki is ugyanezeket mondja, hogyha már a könyvébe beleírta. Tehát kvázi olyan, mintha megspórolom magamnak azt a $25,000, és inkább ezért a pár dolláros könyvért cserébe is ugyanolyan komolyan veszem, amit mond, mint hogyha azt élőben mondaná nekem. És szerintem, hogyha gyorsan akarsz előre adni az életben, akkor minél kevesebbszer keresel kifogást, és minél inkább azon gondolkozol, hogy oké, de ez miért is igaz rám, vagy hogyan tudom azt megtenni, hogy ez igaz legyen rám, hogyan tudom ezt a gondolatot beépíteni az életembe, ha ezen gondolkozol, nem pedig a kifogásokat gyártod, akkor szerintem gyorsabban tudod majd beültetni ezeket a sikerre vívő gondolatokat, és gyorsabban fogsz tudni előre haladni, mint a legtöbben, akik inkább csak kifogásokat keresnek a legtöbbször. A második szokás, amit alkalmazok, az az, hogyha akadályba ütközök, akkor azonnali lépést teszek a megoldásra. Szerintem nagyon sokan, amikor akadályba ütköznek, akkor így leblokkolnak, és elkezdenek így a problémán rugózni, vagy a múlton rugózni, vagy hibást keresni, ki a felelős, mi történt, és valahogy úgy belegabajodnak a problémába magába. Nekem pedig az az első reakcióm, hogy jön egy probléma, és így oké, ez van, mit lehet ezzel csinálni? Mi lesz a következő lépés? És igazából így viszonylag gyorsan lezárom azt, hogy van ez a helyzet, ezzel nem kezdek el bánkódni, ezzel nem kezdek el pufogni, nem kezdek el megtorlást keresni, vagy felelőst és hibáztatni másokat, hanem elfogadom, hogy van ez a helyzet, és egyből felteszem a kérdést, hogy oké, mit tudok csinálni. És nem csak, hogy felteszem ezt a kérdést, de megpróbálok azonnal cselekedni. És ez lehet, hogy annyiban kimerül az azonnali cselekvés, hogy írok egy jegyzetet róla, hogy mit fogok csinálni, vagy elküldöm az első e-mailt, hogy megoldjam ezt a problémát, de azon nyomban fogok valamilyen lépést tenni a megoldás felé, és nem kezdek el halogatni, meg nem kezdek el lemondani arról a célról, amit mondjuk kitűztem, hanem tudom, hogy így meg lehet oldani. Annyiszor megoldottam már, annyi mindent megoldottam, és te is biztos, hogy annyi mindent megoldottál már, és meg tudsz oldani. Igazából sokszor csak így az elindulás, a lépés, a hit abban, hogy meg tudod oldani, az hiányzik, és
ezt nagyon gyorsan átugrom, még mielőtt meggyőzném magamat arról, hogy ez nem lehetséges, belevetem magamat a megoldásba, és nagyon sokszor igazából ez hozza meg az előrelépést. A harmadik szokás az az, hogy hosszú távon gondolkodom. Amikor például munkát vállaltam, először a bankmonitornál, akkor nem az alapján választottam ezt a céget, hogy mennyi pénzt fogok keresni. Valójában akkor már elindultam vállalkozóként, és elég jól kerestem, de úgy éreztem, hogy nekem még lenne mit tanulnom, és hogy ennél a cégnél valami előremutatót, valami újat tanulhatok. És úgy indokoltam meg magamnak akkor a munkahelyválasztást, hogy egész eddig kvázi én fizettem az iskoláért, hogy tanuljak. Itt van ez a cég, ahol egy csomó mindent tanulhatok, és még egyébként fizetnek is érte. És mindvégig, amíg ott dolgoztam, azt figyeltem, hogy így még mindig tanulok ebből, még mindig van új dolog. És egészen addig maradtam ott, amíg úgy éreztem, hogy folyamatosan kapok újat ettől a munkától. Folyamatosan tudok fejlődni. És igazából ez a fejlődés, ez ér annyit, hogy én ott legyek. És amikor munkahelyet váltottam, és átmentem az online katapulthoz, ugye marketing menedzsernek, akkor megint csak azért váltottam, mert azt láttam, hogy úristen, ettől a két sráctól én milyen rengeteget fogok tudni tanulni, milyen szuper ez a pozíció, mert mennyi mindent megtudhatok a vállalkozásról, az üzletről, az emberekről, és ez egy szuper jó hely ahhoz, hogy a jelenlegi készségeimet ki tudjam egészíteni és fejleszteni tudjam. De ez a hosszú távon való gondolkodás egyébként a pénzügyeimben és nagyon sok más helyen is jellemző, hogy nem azt nézem, hogy rövid távon, egy-két hónapos távon, egy éves távon mit nyerek vele, hanem azt próbálom nézni, hogy 10 vagy 20 éves távon egyébként ez hova fog tudni eljuttatni. És lásd csodát, 10 éves távon alig, hanem sokkal előrébb tudok ezáltal jutni, mint azok, akik csak rövid távon gondolkodnak. A negyedik, hogy felelősséget vállalok az érzelmeimért. Ez sokaknak lehet, hogy idegen vagy nem teljesen érthető. Ez azt jelenti, hogy elfogadom azt az állítást, hogy csak és kizárólag én vagyok a felelős azért, hogy hogyan érzem magamat. Hogyha valaki, nem tudom, a buszon áll mellettem és véletlen meglök, akkor ha én azon felhúzom magam és elkezdek mérgelődni, akkor az nem a másik ember hibája, hanem az enyém. Azáltal, hogy felelősséget vállalsz valamiért, ez lehet egy cselekedet, lehet az életkörülményed, azzal azt mondod, hogy te vagy érte a felelős, te vagy az, aki ezen változtatni tud. És azon nem tudok változtatni, hogy esetleg meglöknek-e, beszólnak-e, keresztbe tesznek-e. De azon tudok változtatni, hogy én erre hogyan reagálok. És ezért ezt jelenti az, hogy felelősséget vállalok az érzelmeimért, hogy elfogadom azt, hogy esetenként emberek meglöknek, elgáncsolnak, nem tudom, keresztbe tesznek, de az, hogy ezen én minden alkalommal felhúzzam magam, az igazából engem nem visz előre az életben. Ha megbocsátok, ha elfogadom, ha megtanulok ezzel együtt élni, ha nem látok bele nagyobb dolgot annál, mint ami, nem gondolom azt, hogy kisebb vagyok, vagy kevesebb vagyok, vagy lenéznek, hanem egyszerűen csak megbékélek ezzel a helyzettel, és ezáltal boldogabb és pozitívabb életet tudok élni, akkor ezzel igazából nyertem. És akkor igazából minek is húzzam fel magam ezeken a dolgokon. És mindig, amikor történik valami olyan dolog, amin felhúzom magam, amin mérges vagyok, akkor felteszem magamnak a kérdést, hogy igazából miért vagyok mérges. Mert igazából nem azért vagyok mérges, mert beszólt, meg keresztbe teszt, hanem valamitől félek. És ezzel a félelemmel van igazából nekem dolgom, saját magamban, és ezt saját magamban fogom tudni lerendezni, és nem pedig a külső körülményeket okolom azért, hogy miként érzem magam. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, érdemes ennek utána olvasni, utána nézni, mert egy magasabb szintű lelkiállapothoz vezet szerintem, hogyha elfogadod, hogy te vagy a felelős az érzelmeidért. Az ötödik szokás, amit kiemelnék, az pedig az, hogy mindig keresem így a leghatékonyabb, leggyorsabb megoldást. És ezzel nem feltétlenül azt értem, hogy most nem tudom, így a leggyorsabban csak valahogy oldjuk meg, hanem inkább azt mondom, hogy keresem az optimális megoldást. Ez sokszor előjött például online marketingben vállalkozás témában, hogy kitaláltam egy ötletet. És akkor azt lehetne csiszolgatni, ki lehetne építeni minden folyamatot A-tól Z-ig, tényleg, hogy minden tökéletesen működjön, és utána lehet, hogy mondjuk ezt így meghirdeted, így bemutatod a nagy közönségnek, és kiderül, hogy így nem is működik, és tök fölöslegesen dolgoztál a folyamat 80%-án, mert rögtön az elején nem működik. De helyett felhúzok gyors egy honlapot, meghirdetem,
és megnézem, hogy működik-e. És ha majd működik, akkor majd egyébként megoldom a kiszállítást, meg megoldom azt, hogy hogyan fogjuk automatizálni a számlázást, de először piciben letesztelem a dolgokat. Vagy a másik ilyen például, amikben nagyon szeretem a hatékonyságot, az a nyelvtanulás. És igyekszem egyszerre tanulni valamit, ami érdekel, és egyszerre tanulni nyelvet. És nem az van, hogy leülök és angolt tanulok, hanem angolul olvasok, meg mostanában németül olvasok, de volt, hogy hollandul olvastam, és persze egy kicsit lassabb egyébként, és én rászánom szívesen ezt az időt, de ma a fordító szoftverekkel egyébként nagyon könnyű szövegeket lefordítani, és viszonylag könnyen lehet ezekkel egy bizonyos szintű nyelvtudás fölött nyilván haladni, de itt nem is talán a nyelvtanulásos példa a lényeg, hanem az, hogy keresem azokat a dolgokat, ahol egyszerre két dolgot, vagy egyszerre több dolgot tudok nyerni. Mint amikor a munkahelyet is ugye úgy választom, hogy pénzt is kapok érte, meg tanulok is. Tehát mi az a dolog, amit hogyha megcsinálok, akkor azzal igazából többet nyerek, mint pusztán az az egy dolog. Tehát például, hogyha bejön egy új feladat a cégbe, akkor nem feltétlenül azon gondolkozom, hogy én azt hogyan oldjam meg, hanem azon gondolkozok, hogy hogyan kéne egy folyamat leírást írni, és azt kiszervezni valakinek, aki majd megoldja. Tehát mindig a hatékonyságot, a hosszú távon való működést és a hosszú távú hatékonyságot próbálom szem előtt tartani, és az optimális, gyors megoldásra törekedni, amivel azonnali visszajelzéseket kapok. Ez az öt szokás, amit szerintem érdemes beépítened most azonnal a mindennapjaidba, a gondolkodásmódodba, és azt gondolom, hogy ha ezeket alkalmazod, akkor egy hatékonyabb emberré, egy jobb probléma megoldó emberré tudsz válni, egy érzelmileg intelligensebb emberré tudsz válni, ami összességében el fog vezetni az, hogy az emberek jobban felnézzenek rá, sikeresebb legyél, több pénzt keres, és hozzá fog segíteni ezáltal a pénzügyi szabadsághoz is. Remélem, hogy hasznosnak találtad ezt a videót, én nagyon-nagyon sok sikert kívánok neked, csak így tovább, hajrá!